Az Észak-Karolinai Aurora általános iskolája, 1994. Ron Clark, munkára készen? De mennyire? Egy perc és itt vagyok, bemutatom az osztályának. Oké. Okay. A film Ron Clark életének valódi eseményei alapján készült. Szia! Mi van veled? A tanár szerint, aki nem tud tanulni, az egy rakás szemét. Nyissátok ki a könyvet a 13. oldalon. Mr. Clark vagyok. Hogy hívnak? Hadley Craig. Nagyon örülök. Jó. És most Bocsánat, de szörnyen feledékeny vagyok. Mi is a nevem? Nem, Mr. Clark. Látod? Most tanultál valamit. Na, gyere csak ki onnan. Mr. Clark? Igen? Maga lesz az új tanár? Négy évvel később. Csak az ötfős kemény mag volt jelen, ahogy mindig szokott. Felvettük a csalétket a vegyesbolt polcáról, ahogy mindig szoktuk, Szevasz, és átmentünk az Okápoke szigetre, hogy a horgászásnak hódolhassunk. Ahogy mindig szoktuk. Figyelem, tudjuk, hogy nem egészen erre az évvégi ünneplésre számít. A diadal. Ron Clark története. Megköszönjük a mi Mr. Clarkunknak, hogy az osztálya sorozatban negyedik éve írja a legjobb teszteket. Megy eszembe! Lenne itt egy meglepetés, ami a mi kezünk munkája. Sajnálatos módon odakint van. Mint tudják, Mr. Clark úgy jött ide, hogy csak átmenetileg marad. Nos, olyasmit választottunk, amitől állandóbbnak érzi magát. Oh, bravo! Bravo! Gyere! Jó itt lenni, de ideje tovább állnom, anya. Mielőtt abban a parkolóban lennék a síromra. A New York-i iskolák állandóan tanárokat keresnek. Szinte imánkodnak nekik. Apa, minden évben azt mondom a diákoknak, hogy űzzék az álmaikat, merjenek bátran kockázatot vállalni. Épp ideje a saját elveim szerint élnem. Hiányozni fogtok nekem, de mennem kell. Megértjük, édesem. Ég veled! New Yorkban megölhetik. A rádió rónokit hallják. A nap süt, és a hőmérséklet 28,5 fok. And the night sounds start to whisper. A baltimóri sporthíreket hallották, de ideje, hogy begyújtsuk a rakétákat. És a Johnny Hartman sejmes hangját hallották éjfél után New York Cityből. És most valami laza a forró éjszakára. Strandba. Jó, uram, jól van. Ülés, próbálok leparkolni. A lapír 10-én. Csak kápé. 11:30-kor zárunk. Értem. Nagyszerű. És hogy hívják? Jolanda. Köszönöm, Jolanda. Hello. New York.
Jó reggelt! Jó reggelt! Á, Jolanda, jó reggelt! A harlemi iskolák listája kellene. Nem okoz gondot. Rendben van, köszönöm. Mire kell az iskolák listája? Tanár vagyok. És oktatni akar? Harlemben? Igen. Ó, akkor másra lesz szüksége. Egy tapasztalt orvosra, mert ha egy fehér beteszi oda a lábát, akkor annál fogva fogják kihúzni onnan. Micsoda eszement baromság, be akar menni Harlembe tanítani az eszembe. Jól van, jól van, köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy befáradt. Szívesen. Nézze át az önéletrajzomat, majd... Elnézést, de nincs üres státuszunk. De az indiákai mind jól teljesítenek. Bizonyára. És sok szerencsét. A retiküljét. Köszönöm, viszlát. Szívesen. Kösz. Ezt is. Azt mondom, hát víg urak és hölgyeik, vegyük el a gazdagoktól és adjuk a szegényeknek, míg a pincér a konyhába menve leadja a vacsora rendelést. Jó cucc, de nem vevők a stílusodra. Vigyázz, simán lenyilazok. Miben játszol? Itt mindenki színész. Tanár vagyok. Azért Soli előtt átöltözöl, nem? Marha vicces. Na és te? Én? Most éppen nem játszom. Kivéve a Kleopátra szerepet. Ki ő? Egyiptom úrnője. És Marcus Antoniusé. Nem, én... Úgy értem, kicsoda? Marissa. És jelmez nélkül jobban néz ki. Jason vagyok. Marcus Antoniusként is emlegetnek. Bocsi. Ne csinálj ebből gondot. Megesik. Francba! Eredj vissza az osztályodba! Hagyjon békén! Vissza! Megállj! Ne nyújjon hozzá, mert szétkapod! Elég! Tayshaun Mitchell! Be az irodámba! Nem viccelek, fiam! A franca fia! Mr. South, mi a fene ez? A fiú a diákja. Többé már nem. Hé, ha most lelép, nem jön vissza. Tartsa meg a kis szemétládákat! Úgy látom, rögtön kezdhetek. Örülj, hogy megúsztad, és nem hívtam rendőrt. Hello, Ron Clark vagyok. Csak közölni akartam, hogy 4 évig tanítottam ötödikeseket Karolinában. Magának tanár kell, nekem állás, segítsük ki egymást. Mr. Clark, elhiszem, hogy ön igen őszinte, de attól tartok, egy csüppet túl... Mi, túl fehér, magas vagy ronda? Kedves. A teszt eredmények javítása az erőssége. Ez itt a legjobb osztályunk. Ezek a diákok minden évben a legfelső 10%-ban teljesítenek. Hé, hagyjátok abba! Az elért eredmények alapján minden évfolyamot 4 osztályra osztunk. Hagyjátok abba, és nem ez az osztály? Az osztály egész New York körzet leggyalázatosabb eredményét mutatta fel. Úgy tűnik egy parányit élénkek. Dehogy, nem csupán élénkek. Gondjaik vannak a tanulással, a szociális beilleszkedéssel. Mint Tayshaun Mitchellnek. 2 bűnügy, a harmadiknál egyenesen megy a javítóba. Elvállalom.
Van egy üresedésem harmadikban. Ha az eredményei... Nem, itt van üresedés. Nem. Tavaly ez az osztály 6 tanárt fogyasztott karácsonyi. Értem, senkinek se kell, csak nekem. Szóval mi a gond? A teszteredmények rendkívül jelentősek, ezért tartanak itt. Már is kezdhetek. Inkább hétfőn. Májusban lesz a vizsga. Ezért jó volt, nem? Mikor találkozunk? Jó, van a vizsga. Jövő héten jövő. Szünetet tartok. 200 dezső, és semmi! Jesszus, bár hallottad volna! Ó, Cleon, kapd el a kígyómat! És folyton stírölnek! Kéred? Hát persze. Te tanár vagy, Clark, magyarázd el nekem, miért nem nőnek fel? Attól tartok, a gyakorlatom csak a 6. osztályig terjed. Van melód? Egy harlemi iskolában. Holnap találkozom velük. Jobb, ha mégis megtartod. Utolsó vacsora. De, hogy imádni fognak. Szeretnék találkozni az összes szülővel, Miss Vasquez, mielőtt elkezdek tanítani. Julio! Hogy őket is bevonjam a... Julio! Az ördögbe. Hová mehetett? Mint egy bohóc, Mr. Clark. De rendes fiú. 14 évesen szültem. Semmi vész. Ahogy mondogatni szoktam... Egy pillanat. Csak annyit mondanék, sokat segítene, ha minden este átnézné Julioval a leckéjét. Persze. Oké. Okay. Együtt felkelthetjük az érdeklődését a történelem iránt. A naprendszer meg az algebra iránt. Azt szeretném, ha Julio a maximumot hozná ki magából. Szóval, Mr. Clark, maga házas? Nem. Mindannyiukkal találkozni öröm. Tudják, még soha nem volt indiai diákom. Hogy ejted a nevedet? Badriá. Szeretek olvasni, főleg... Fogd be a szád! A férfiak társalognak. Kavalas? Mr. Clark vagyok, az új tanár, az előbb telefonáltam. Ma vasárnap van. Samika, ki jött? Senki! Ha elkaplak, kinyírlak! A testvéreid? Nem, a gyerekeim. 12 évesen 3 van belőlük. Kivel beszélgetsz? Mr. Clark vagyok, Samika új tanára. Mi lett Mr. Sousszal? Felmondott. Jellemző. A suliban folyton jönnek-mennek a tanárok. Igen, én is tudom, ezért jöttem. Remélem, hogy együtt dolgozhatunk. Nekem már van egy állásom, azaz 2 állásom, és 4 gyerekem, és egy bűnöző bátyám. Megyek melózni. Shadow box up.
reggelt. Szép jó reggelt, Tayshaun. Oké, jó reggelt. Ó, oh, hello, Ron Clark vagyok. Azt hiszem, én leszek a... talán. Üljetek le! Nem úgy kell. Először a kezedet, és aztán az öklödet. Ja, igazam. Na, mert te aztán tudod mi. Na, és mivel álmodjunk nagyon? Seggből? Álmod az az anyádról. Hé, tanár úr! Semmikor rosszul érzi magát. Ja, hányok a tanároktól. Tehát, mivel ez az első napunk, van számotokra egy meglepetésem. Mi az? Majd megmondom, Julio, ha megfordulsz. A mai napon nem lesz semmilyen tanulás. Ezt inkább ne csináld. Légy szíves, ne. Vagy mi lesz? Mit akar kicsapatni? Rajta csapasson ki, örülnék neki! Minden örülnék nyugodtan! Megyünk vele! Figyúsz, a csávó már is lelép! Leülni! Látjátok ezt? Azt jelenti, hogy az idei év teljesen más lesz. Ez az év nem csupán az iskoláról szól. Ebben az évben mi együtt alkotunk majd egy családot. Na, de maga nem hasonlít rám. Én leszek a ti családotok, és ti lesztek majd az én családom. És ez azt jelenti, hogy én nem megyek el, és ti sem mentek el. Szájfényed. Ne van. Na jó, lépjünk le. Gyerünk, menjünk ki. Csináld már! Mi a frász? De durva! Ez meg hogy néz ki? Mit szóltok hozzá? Szerintünk elég idétlen. Mi ez a rongálás? Az én művem volt. Mr. Clark, lehet, hogy egy ilyen Stigli Karolinában elment, de nálam nem válik be. Az én iskolám, én vezetem, én döntök. Jó, rendben van, srácok, köpjétek ide a rágókat. Minden rágót az üvegbe, pump bele, rajta, gyerünk, bevele. Hé, hey, Alita! Kiszúrtam ide befelé. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Jól van, most balra. Bal, még balon. Próbára tesznek, hogy tényleg törődszem. De hiába, ha közben rám se néznek. De az egyik igen, hogy megjegyezzen, ha egyszer kín összefutunk. Fordítsuk meg. Au! 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 Hajlik a lába? Na jó. Itt elég jó helye lesz. Tudod, az iskola legyen izgalmas. Oké. Okay. Úgy beszélsz, mint egy hülye reklám, amit a rajzfilmek közötti szünetben szoktak bejátszani. Te nem szeretted az iskolát?
Szeméthely. Rüheltem. Jó, de ha én tanítottalak volna, nem így lenne. Ron, csigavér! Lépj el az asztaltól. Én is ezt akartam. Most, hogy segítettél beköltözni, én leszek az, aki a reptérre visz, halat etett, felköszönt a szülinapodon, meg minden. Nem is szólva arról, hogy beugrasz helyettem hétvégén, mert Los Angelesbe megyek Jasonnel. Valami producerrel találkozik, megpróbál minél többet kihozni magából. Mennyi ideje vagytok együtt? Már 2 éve. Oh. De nem mintha együtt élnék vele. Melózik, melózom. De jó így. Jó, jól is hangzik. Még maradt 3 óránk a műszakig, kiéhes. Ó, oh, szóval bérért dolgozol. Egy pizza lesz az ára, mi? Hadd kérjek némi figyelmet! Mielőtt elkezdenénk az órát, lefektetjük az osztály 3 alapszabályát. Na, nem. Ha betartjuk, mind jól érezhetjük magunkat. Persze, de ha nem tartjátok be, következmények lesznek. Az egyes számú szabályra emlékeztek. Mi itt egy családot alkotunk. Aj, hagyjam el a hülyeségeiddel. Nem vagyunk az óvodában. Ez azt jelenti, hogy segítünk egymásnak. Kiállunk egymásért, és meg is védjük a másikat. A 2. szabály, hogy mi tiszteljük egymást. Hey, azt mondjátok nekem, uram, nem csávó, nem öreg, nem cimbi. Ha felteszek egy kérdést, a válasz igen, uram, vagy nem, uram, nem naná, frászt, öreg. Tisztelet, Julio Vázquez. Nem beszéltek, csak ha felszólítalak. Ha én beszélek, ti figyelni fogtok, és a szemetek rám szegeződik. 3. számú szabály. Sorban haladunk érkezéskor és távozáskor, továbbá ebédidőben. Francokat! Nem már! Meg van húzatva! Micsoda? Sámika? Mi van? Mi van, uram? Sámika, köszönöm! Mit? Azt, hogy felidézted a 4. szabályt. Nem lesz se ciccegés, se szemekforgatása. Aki megszegi bármelyik szabályt, annak a neve a táblára kerül. Tiszta ciki! És ha megszegsz még 1 szabályt, kapsz egy pipát is. Ha megszegsz 3. szabályt... Szia! Hello. Mit olvasol? Semmit. Én csak a gimiben olvastam el. Figyeljél már! Ha megkapod, a 7. tíz az 1-hez az ott. Az komoly, Zsé öcsém, súlyos. Mit csinál, Julio? Sose felejtsd el. Jöhet, jöhet még. Én fogadást köt. Okay, a tanár úrra. Hogyhogy? Hogy mikor futcsol be? Péntekre már nyoma se lesz. Tilos a szerencsejáték. Főleg 12 évesen. Amúgy pedig nem megyek el. Na már, öreg! Akkor most ki fog mézet pergetni? Milyen kiváló illatokat érzek. Kérhetnék önöktől egy szíveséget is. Csak azt szeretném tudni, hogy... Martin Luther King az igazságról beszélt, mely gördül akár a hullám. Ezt adjátok tovább. És hogy a tisztesség, ez a fenséges patak, egy kicsit olyan, mintha egy nyári napon kimész lazán az utcára, és huss, valaki elfordít egy tűzcsapot, és elönti a víz az egész környéket, és mindenki szaladgál, és vadul kúrjongat. Dr. King azt akarta, hogy ezt érezzük, amikor a szabadság elér. Szóval, miután ma végeztünk Dr. King beszédével, szeretném, ha mindenki írna egy cikket az álmairól és a törekvéseiről. Nézd már! Bezárták, vagy mi? 3. számú szabály. Sorban állunk, ha lemegyünk ebédelni. Tudja mit? Az én szabályom, hogy sose állok sorba. Ó, oké, Sámika. De mivel mi családot alkotunk, ha egy valaki nem áll sorba az ebédért, senki se kap ebédet. Ne csináld már!
és csöndesen, két sorban a fal mellett haladunk. Menjél már! Remek. Pompás. Szépen, csöndesen. Ó, úgy látom, valaki nem éhes. Jól van, ne! Nincs bunyó. Menjünk. Nincs beszéd. És állj! Samika, ide furakodtál? Nem, uram. Dehogy is. Tudod ugye, hogy nekem hátul is van ám szemem? Én itt álltam. Őt kérdezze. Lufnya. Jól van, akkor mi itt állunk, ameddig Samika el nem mondja az igazságot. Ne, már több éhes vagyok! Hogy járod hátra, Samika? Én nem álltam ki a sorból! Hé, hey, Mr. Clark osztálya még nem kap enni. Mi? Aj! Aj, ne már, Mr. Clark, éhen halok, öreg! Itt fogok eldőlni a padlóra! Menj vissza a sor végére, és vedd le a sapkádat! Rajtad múlik, hogy eszünk-e ma, vagy sem? Samika, mi egy családot alkotunk, és a család tagjai tisztelik egymást. Ők soha, de soha nem hazudnának egymásnak. Kiálltál a sorból? Ne csináld már! Essünk túl rajta! Mi mindannyian csak miattad várunk. Igen. Köszönöm. Nos, mi az ötös számú szabály? Nem szabad kiállni a sorból. Úgy van, indulás. Na, végre, menjünk már. Büszke vagyok rád. Mozogj. Aha, igen, mama, persze, hiányzol. Igen, tudom, hogy otthon is lenne állásom, de itt jól mennek a dolgok. Beletelt némi időbe, míg a skacok kedvelni kezdtek. Igen, igen. De már jól kijövünk egymással. Húzzon el a tanár! Szeretném, ha mind alaposan körülnéznétek ebben az új, tiszta teremben. Nem kérdezem meg, ki tette tönkre. Engem nézzetek. Azt reméltem, hogy sok móka lesz idén. És azt hiszem, még van is rá esélyünk. De csak miután megtanuljátok betartani a felállított szabályai mindegyikét. És be is fogjátok tartani az összes szabályomat. Először is lökött. Foglalj helyet, hívj uramnak. Túl sok az Isten vette szabály. Megmondja, hogy legyen ez, meg hogy legyen az. Be akar minket állítani a sorba. Pedig nem az apám. Lehet, hogy az apád, nem tudhatod. Mit ugatsz bele, he? Bocsánat. Kussolj. Én csak azt mondom, ez a mi iskolánk, igaz? Bármit tehetünk. Ja, a végén úgyis elhúzza a csíkot. A múlt héten is ezt mondtad, de még mindig itt van. Csak várj, elmegy. Remélem nem. Mi van? Én kedvelem őt. Mert idegen országból jöttél, és nem tudod, hogy mi az ábra. Hogy
Mi a szokás, ugye? Utánozz minket. Ha ilyen akarsz lenni, csináld, amit mi csinálunk. Gyerünk. Jó-jó, mozgás, mozgás. Jó-jó, mozgás, mozgás. Hey-hey, mozgás, mozgás. Jó-jó. Jó-jó-jó-jó-jó-jó-jó-jó. Tejszínes tortát kell felvágni. Mondd meg, hogy kivel akarsz járni. Talán A, B, C, D, E. Ez írtó jó, Samika. Írtó jó vagy benne? Ütni? Nem. De megszegted a kettes szabályt. Meg akar ütni, uram? Mi van, neked ez vicces? Samika, te vagy a főnök. Ne vár! Tésor! Ne csináld ezt! Hé! Hey! Nézd, tudom, hogy kétszer már elkaptak. Ha most elmész, biztosan kicsapnak. Menj vissza és kész. Minek? Azért, mert hiányozna a személyiséged. Mr. Turnernek nem kell tudnia róla, csak adj magadnak még egy esélyt. Hé, hey, még fennáll, hogy segítesz szombaton komódot cipelni? Igen, mindenképp. Igaz, hogy Jason is jönne, de a te kocsid jobban bírja a terhet. Ez jó, át van sütve? Át van sütve. Ne mondd már, totál nyers. Jó, elégetem, csak vidd ki az összes többi. Ne mondd meg nekem, hogy mit csináljak. Hadd gratuláljak. Mihez? Hamisítatlan New York-i lettél. Kész vagy? Persze, bébi, megyek már. Hé! Hey! Jobb, ha mész. Köszönöm. Raquel Arenus. Raquel, megírtad a cikket? Alita Sanchez? Samika Wallace? Samika, írta a cikket az álmaidról? Nem. Nem volt miről írni. Badria? Julio Vázquez? Bocs, de nem jött össze. Miért csináljátok ezt? Ennél jobb dolgunk is van. Bocsász, nem tettem hozzá, hogy uram, pipát érdemlek. Szeretnél intőt kapni? Nagyon, de nagyon tetszik a körömlakkod. Köszi, anyámtól nyújtam. Ide nézz, mikor hozzád beszélek. Még egy hiba, még egy pipa. Ide nézz, ha velem beszélsz! Menj az anyádba! Győztél! Ez sikerült! Szemétbe! 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 Igen! Jobber! Hello! Mi történt? Hogy nem vagy az iskolában? Nem akarok beszélni róla. Csak mutasd meg New Yorkot. Itt vagyok 3 hónapja, de semmit sem láttam belőle.
Pont ma? Na jó, menjünk és kiránduljunk egyet. Tudod, gyerekkoromban Empire State Buildingnek hívtuk. Ez aranyos. Na jó, tudod mit? Már bejártuk az egész szigetet monszun idején. Kaptál 3 percet és 2 hotdogot, úgyhogy most te teszel valamit. Akármi. Mesélj az iskoláról. Ráztam az asztalt egy 12 éves lány előtt. Ki akartam dobni a lánnyal együtt az ablakon. Láttak már efféle haragot. De nem tőlem, én teljesen kiakadtam. Tele voltál indulattal? Ők minden nap ezt érzik. Mindent meg tudnának tenni, amit kérek tőlük. Még többet is, de mégsem. Úgyhogy ma feladtam. Ne add fel, Ron. Ó, tényleg? Mikor is voltál meghallgatáson? Nem tudom. 2 éve és 7 hónapja. Mi van? A Broadway nem fog sírni, ha eltűnök. A srácoknak viszont hiányzol. Talán te tudsz rajtuk változtatni. Mr. Clark írtó mérges volt pénteken, tudja? Szerintem meglépett. Nyugodtan hazamehetnénk. Tényleg? Igen. Kösz a tanácsot, fiam, de Mr. Clark nincs az osztályban. Nyilván mielőbb keresünk majd valakit helyette. Akkor hazamehetünk? Jó reggelt, Julio. Mr. Turner. Ez visszajött. Elég bolond hozzá. Mindenki nézzen jól körül. Ide bent a 4 fal között lehettek idegenek, vagy egy családdá válhattok. Ide bent a 4 fal között véget érhet a történetetek, de lehet akár a kezdet is. Olyan kezdet, ami klasszabb, mint bármi, amit valaha is el tudtatok képzelni. Mióta ide jöttem, egyetlen egyszer sem figyelt rám senki. Még szép! Szóval, az ajánlatom. A mai napon belássuk magunkat a nyelvtanba. Ha csöndben vagytok és figyeltek, 15 másodpercenként felhajtok egy csokoládés tejet. Hogyha kibírjátok, lehet, hogy elhányom magam. Szóval, megegyeztünk? Na, oké, remek. Julio? Igen? Ez nem azért van, hogy bezabáld. Figyelned kell az órát, és 15 másodpercenként az üvegre ütsz a vonalzóval. Pont így. Jól van. Amint meghallom a gongot, le kell hajtanom egy dobozzal. Az óra indul most. Minden mondatnak van egy alanya és egy állítmánya. Mi a frász az a bumeráng? Ne pofázz, Alita! Nem akarjátok látni, hogy megiszom az összes csokis tejet? Az állítmány cselekvést fejez ki a mondatban. Róka! 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 Róka!
Bá, nem bírja tovább, tuti. Na? Róka! Igen! Bravo! Nos, meg tudja valaki mondani, mi az állítmány ebben a mondatban? Érez? Igen! Hányni fog Mr. Clark? Igen! Nem tudtok megtanítani erre? Azt hiszitek, hogy nekem nem menne? Soha. Oké, rendben, köszönöm. Ha megtanulok ugrálni, ti is megtanultok valamit a kedvemért. Mit? Mindent, ami a hetedikhez kell. Na jó, szívem! Oké. Akkor kipróbálja? Persze. Jó van. Nem lehet egy kicsit lassabban? Csak egy kicsit. Úgy kell csinálni, ahogy mi. Igen. Gyerünk! Jól van. Vigyázz, kész, rajt! Bravo, szépen! Ez az! Na, most! Ez ugrálás! Na, ne csinálj! Most majdnem megvan. Ez jó! Látja, Mr. Turner, állati! Helyes ilyesmit csinálni a diákjaival? Nos, kevésbé lenne helyes magával. Kezdjen tanítani. Most is tanítok. Félig eltelt a tanév. Azért kapta meg az osztályt, hogy az alapvető tudást a fejükbe verje. Ez a társaság mindennek az alja. Kérem, ne beszéljen így róluk. Csak annyit kérdezek, hogy átmennek-e a vizsgákon? Mindegyik diákom át fog menni. Mi? Én tutira nem megyek át. Helyes. Onnantól végre másé lesz a gond. Nem bennük van a hiba. Nem is azzal, amire képesek. Az a gond, hogy maga nem néz ki belőlük semmit. Ilyen alacsonyra teszi a lécet. Miért? Tegye magasra, azt is kibírják. A közösség eredmények alapján ítél, az önkormányzat eredmények alapján ítél. Maga kizárólag ezzel foglalkozzon. Jó, rendben. Ígérem, májusban mind megüti a szintet. Ezt el se tudom képzelni. Sőt, nem is csak megütik, de mind túl is teljesítik. Az osztály minden gyereke a megbecsülésére vár, és én is arra várok. A megbecsülésemre? Akkor ne viselkedjen gyerekként! Mindig is akartam sziklát mászni, de mikor ott voltam a meredély szélén, kötelekkel, és a haverok kiabáltak, ugorj, akkor lenéztem, és láttam, hogy nagyon-nagyon mélyen van. És ott állok, és kiabálok, hogy nem megy. A többiek meg azt kiáltják, hogy ne menne, csak ugor már, és sikerült. Azt hittem, ott fogok elpatkolni. De amikor átugrottam, úgy éreztem, mintha repülnék. Megtettem, amiről azt hittem, hogy képtelen vagyok rá, és jó érzés volt. Ti talán még nem tudjátok, de ebben a teremben mi minden nap sziklákat mászunk, egyre följebb haladunk, és már fenn vagyunk, és végre ideje leugrani. Jól tudom, hogy féltek, de meg kell csinálni. Le kell ugranotok, mert szeretném, ha tudnátok, milyen érzés repülni. Szóval szeretném, ha mind kijönnétek ide, és meggyújtanátok egy-egy gyertyát. Oké, akkor hát rajta.
És ha meggyullad a gyertya, az azt jelképezi, hogy mind összetartozunk. És ha megbíztok bennem, többet tanulhattok, mint amiről valaha álmodtatok. Ezt megígérhetem. Ha kérdésed van a leckéről, hívd fel. Néha kedvességgel lepj meg másokat. Ne mondd, hogy beteg vagy, ha nem. Függetlenségi háború. Iparosítás. Polgárháború. Polgárjogi mozgalom. Szeretném, ha minél szélesebb képet kapnátok az ország történetéről. Éppen ezért az idén meg fogjuk tanulni mind a 42 amerikai elnököt sorrendben. Nem, mert ha tudjátok az elnököket, könnyedén fel lehet majd idézni, hogy mit és mikor. Ezt muszáj. Senkinek nem sikerült a dolgozata, és ezért megkapjátok a büntetést. Szeretném, ha mindenki kapna belőle. Nem már, most tényleg. Csak sorra az összes elnököt. Az első Washington nem utazott Hinton. Az első elnök is parancsnok volt, aztán szabad lett az ország, mert addig nem volt. John Adams jött, aztán Thomas Jefferson, majd függetlenek lettünk, így nem kevertek bajt. Nyilatkoztak róla, hogy minden ember egyenlő, és ma is egyetértünk ezzel. Köszöntsük az ország összes vezérét. Ez az elnöki rend. De jó. Oké. Szép volt! Köszöntjük az ország összes vezérét! Ez az elnöki rep! Ez az elnöki rep! De jó! Oké! Köszöntjük az ország összes vezérét! Ez az elnöki rep! De jó! Oké! Jól van, gyerünk vissza az osztályba. Összes vezérét! Ez az elnöki rep, de jó! Oké! R meg az O meg az izöl. Rick izöl? Köszönöm, Mr. Clark. Parancsolj! Még soha nem kaptam egyet. Simikizel? Köszönöm, Mr. Clark. Motivált ez állat. Aha. Tehát egy nagy tapsot kérek magatoknak. Igenis, büszkék lehettek magatokra, amikor jól írtok meg egy tesztet. Edward, menjetek már! Gyere már! Átjelgerünk! Lenne egy perced? Szeretnék kérni valamit. Tőlem? Uh-huh. Kiürítenéd kérlek a zsebedet? Az alkotmányunk tiltja a motozást. Ki az asztalra? A múltkor láttam, hogy belenyúltál anyád táskájába. Nem én. Megegyeztünk egymással, tudja, hogy mi majd gondoskodunk egymásról. Érti? Nem én. A bűn úgy sem fizetődik ki, ugye? Sőt, te fizetsz érte. És ez esetben 3 egyórás tanulás lesz az ára velem.
Hát ez állati. Baron csináltad, kis tesó. Olyan lazán nyomod a cuccot, vagy beszarás. Van vele bajom. Senki se törődik a srácokkal. Nem érnek rá, hogy feljelentsenek. Tésor! Ki a szar ez? Egy zsaru? Nem zsaru, ez csak egy csávó, de elintézem, jó? Ne rinyálj! Ja, milyen csávó jár öltönyben meg nyakkendőben? Elég gázos. Jól vagy? Frankon. Ezt elhoztam. Egész jó. Tessék. Angolból meg matekból tudnék segíteni. Holnap szombat a suli melletti kávézóban találkozunk. Meghívlak. Délben ott leszek. Délben. Elvihetem? Hogyne, persze, köszönöm. Szívesen. Itt vagyok, pedig nincs is 2 óra, korán jöttem. Uh-huh. A 3-as számú tanórára jelentkezem. Oké. Kiteszünk 3 lapot. Aztán mellé még 2-t. Most 5 kártyánk van az asztalon. Ezekből választhatok? Ja. Előbb tenni kell. Teszek 5 kamupénzt. Jó. Emelem, és az 36. Bombás. Uh-huh. És ha osztjuk 6-tal? 6-tal, oké, ha 6-tal osztjuk... Melyik az a szám, ami önmagával szorozva 36-ot ad? 6? Pazar. Mige van? 1 7-es pár. Akkor viszem az összes zsetont, mert 3 10-esem van. Ó, perka pajti! Még egy menet? Miért ne? Oké. Samika Wallace! Nem lett volna találkozunk suli után? Kiment a fejemből. Megállapodtunk, hogy 1 órát tanulunk. Megmondtam. Állandóan visít nálunk a tűzjelző. Heti 3 alkalommal? Sok a dolgom. Tényleg. Tegnap este meg nem voltam formában. Nem mutatod meg a leckét. Biztos tudok segíteni neked. Jó. Ennek csak kicsi híja van. Simán megoldható. Tényleg? Komolyan? Persze. Már is kijavíthatjuk. Pár helyen elhibáztad, és rossz helyen tetted ki az írásjelet. Igen. Van valami kaja! Jól van, vigyázz rá. Egész nap oltári nyugyos volt, lehet, hogy láza van, vagy valami. Oké. Köszönöm, Mrs. Benson. Mr. Clark, most nem tudok tovább tanulni, kaját kell adnom. Vállalom. Micsodát? Adok vacsit, te pedig tanulhatsz. Oh, oké? Okay? Persze. Nézd meg a 3. befejezést. Oké. Okay. Ha-ho. Na jó. Hol a kaja? Kész a vacsi. Most figyelni próbálok. Később figyelj, most egyél. A tanácsa alapján átírtam a 3-at, és egész jó lett. Jól van. Nos, ez a tiéd, és ki lesz a pempő? Az övé. Jól van. Ez ízleni fog. Egész jól sikerült. Maga meg mit keres itt? Vacsorát főzött. Azt hiszi, nem gondoskodom a családról? Igen. Nem. Kérem... Menjen innen.
Oké. Arra érek haza, hogy ott főz a családomnak. Az a lány dolga. Kérem, ne beszéljen úgy Sámikáról, mintha itt se lenne. Azt nem maga szabja meg. Azért küldöm ide, hogy okosabb legyen. Nekem egy tanár se hozza haza az iskolát. De ez a lecke lényege. Micsoda? És nem ér rá, ha folyton az öccseit gardírozza. Mr. Clark. Sámika tehetségesebb az összes többi gyereknél. Hogy nem veszi észre? Hogy meri? Hogy meri megmondani, mit nem látok a lányomban? Csupán azt szorgalmazom, hogy adjon neki egy esélyt. Hazaviszem a gyereket. A fehér tornádó ne legyen itt, amikor holnap visszahozom. Miss Wallace, higgy el nekem, megoldjuk ezt a problémát. Gyerünk, Sámika. Ne rúgja ki Mr. Clarkot! Csak segíteni akart nekem. Ő csak segített. Jó, nincs baj. Könyörgöm, ne menjen el miattam. Miss Wallace, kérem. Várj meg odakin. Miért csinálja ezt? Ábrándokat ébreszt benne, amit a világ majd összezúz. Szerintem nem. Belecsöppen az életünkbe, és már minden tud róla. Csak azt tudom, hogy kiváló diák. Született vezető, kreatív, intelligens. Sámika? A lányom? Igen. Ha a májusban jól teljesít, lehet, hogy be tudom juttatni a Manhattan Westbe, gimibe. A tehetséggondozóba? Majd talán Mrs. Benson kicsit tovább vigyázhat a gyerekekre. Remek. Oké. Oké. Jó reggelt, Mr. Clark! Jó reggelt! Julio, ezt te csináltad? Nem tetszik, Mr. Clark. De igazán remek, van hozzá érzéked. Sok előnyöm egyike, haver, hogy... uram. Kösz. Jó reggelt. Mi az ábra? Nem tetszik, Mr. Clark? Rühelsz, mert értek valamihez. Értesz? Te csak egy rohadt csavargó vagy. Csak abban vagy jó. Nyugi, öreg, vegyél vissza. Mert te fogsz nekem beszólni? Te akarsz beszólni? Nyugodj már meg, tudod, Mr. Clark bírja a művészkedést, oké? Okay, szóval tettem egy próbát, és jól összejött. Ez jött jól össze! Hogy még? Mit akarsz tőle? Steven Stan felügyelő meg fogja állapítani, ki kell csapni Tayshaun Mitchellt a harlemi általánosból. Szerintem igen. Küldjék a javítóba. Ez nem kívánságműsor, Mr. Howard. Mr. Turner, befejezhetné azt, amit elkezdett? Te vagy az anyja! Mondd csak el, hogy egész állónap csak rontja a levegőt. Howard, mit mondott? Nézzék, ha kicsapjuk, csak még mélyebbre süllyed a mocsárba. Mr. Clark, azért a tanulók mégsem tehetnek meg akármit minden következmény nélkül. Talán ez lenne a megfelelő következmény. Azért vagyunk itt, hogy bent tartsuk a gyerekeket. Kicsit jobban gondoljuk végig. Ne feledjétek, hogy nekem hátul is van szemem, szóval ne lögdösödjetek. Ez most nem dolgozat. Ez az én telefonszámom. Azt szeretném, ha felhívnátok, ha bármi kérdés merül fel a leckéről, bármi tanács kéne, vagy bajba kerülnétek.
Akár éjjel, akár nappal. Vegyük elő a matek füzetet, tegyétek ki a padra. És holnapra beszámoló... irodalomból. Ne feledd, hogy két változó is van az egyenletben. Így az x egyenlő, az x egyenlő... Rajta, tésón, fog ez menni? Jó van, csak ne lihegjen a nyakamba! Jó. X egyenlő 3/8! Igen! Ez remek, csak folytasd így tovább. Nem valami biztató. Mióta tart ez így? Nem tudom, egy hete, talán több. Ez tüdőgyulladás. Hazaküldhetem, de a következő két hétben feküdnie kell. Minimum. Nem, az lehetetlen. Akkor most rögtön befektetem az osztályra, Mr. Clark. Jól van, akkor mindenki üljön. Mr. Clark maga iszonyú sápadt. Ja, fehérebb, mint máskor. Csupán 4 hetünk van. Tudom, hogy ez nem tűnik túl sok időnek, de ha nagyon keményen dolgozunk, biztos, hogy remekül teljesítjük a vizsgákat. Tehát, vegyük sorra az utolsó témákat fizikából. Mi volt? Ki mondja meg? Mágnesesség, vegyi reakció, gravitáció. Oké, jó. A gravitáció nagyon fontos. Mivel... Jól van, felfogtuk, Mr. Clark. Ha az nincs, simán összeesünk. Mi van már? Mr. Clark! Mr. Clark! Jó, így veszel? Igen. Rendes volt Jason-től, hogy kölcsön adta. Boldogan segít. Mennyit veszünk fel? 4 órát. 4 órát? Minden nap? Igen, kell a gyerekeknek. Majd igyekszünk. Te tudod. Marissa? Köszönöm. Gyere ide. Nem hagyhatjuk, hogy Mr. Clark slamposnak látszon. Ehhez hozzá tudnék szokni. Gyerünk, oktatni kell. Oké, csak azért, mert szalagról megy, azért még látok mindenkit. Alita, rágózol? Rendben, mindenki kész van? Igen, uram! Gravitáció. 2 tárgy közötti vonzerő. Ez a gravitáció. A gravitáció meghatározása szerint miért esett a tojás a földre? Azért. Nem, Julio, nem azért, mert a tojás meg a padló bírják egymást. Fordulj meg és ülj le.
A tojás azért esett le, mert a tömegvonzás és a tojás és a padló közti távolság reakciót okozott. Komolyan? Oké, akkor bizony. Nos, tehát elő a munkafizeteket, a végén padlót takarítok. Jó reggelt, Mr. Hello, Tisha. Kész vannak a tesztjeik? Jó, hogy visszajött. Ez nem igaz. De a igen, hülyesége, vissza igen. A cégemet, és a pénzemet is ribanc. Már visszaadtam a cégedet. Nem adtad vissza. De visszaadtam. Itt fogja csinálni a kotágáz. Mi a bibi, Mr. Clark? Te mondd meg. Most már csak egy hét van az állami vizsgákig. Egy hét, hogy meggyőzzük Mr. Turnert, és a szüleiteket, és magatokat, hogy képesek vagytok rá. Nincs semmi, amit mondani szeretnétek? Sem fogunk soha átmenni a vizsgákon. Mindig elszúrjuk. Nem ásszol ránk, cím... Uram, ez nem magáról szól. Amit itt csinálunk, az mindannyiunkról szól. Hogyan szólunk egymáshoz? Hogyan dolgozunk együtt? És hogyan készülünk fel ezekre a tesztekre? De le vagyunk maradva. Teljes tévedés. Jól állunk. De minket mindenki lúzernek tart. Nem. Ti nem vagytok lúzerek. A szabályok mindazt jelképezik, amit idén el tudtunk érni. Új dolgokat fedeztünk fel. Hinni kezdtünk egymásban, és hinni önmagunkban. Büszke vagyok rátok. Mindezekhez képest ez a teszt semmiség. De Mr. Clark, a vizsgához el kell érni bizonyos jegyet, ugye? Szóval mi lesz, ha tudja, megbukunk? De ti nem fogtok megbukni. Nem azért hajtottatok egész évben, hogy készüljetek egy vizsgára. Az iskolában minden nap sokkal fontosabb dolgokat tanulunk, mint amik a tankönyvekben szerepelnek. Én tanítok, és tanulok tőletek. És együtt tanuljuk szeretni a tanulást. Hú. Szóval, a jövő héten letudjuk azt a tesztet. A lehető legtöbbet hozzátok ki belőle. Most úgy menjetek ki a teremből, hogy tudjátok, mindent el tudtok érni, amit csak akartok. Jól van, holnap lesz a nagy nap, de nem kell aggódni, előről is és hátulról is fújjátok az egész anyagot. Szóval csak nagyot kell ma aludni, és persze sok sikert. Badria, lenne egy szabad percet? És Téson, megvárnál az ajtónál, léci? Tudom, hogy nehéz beilleszkedned, de lehetsz okos és közben laza is. Mi több, már okos és laza vagy, és elérheted, amit akarsz. Orvos akarok lenni. Ez nagyszerű. Akkor rá kell hajtanod a tesztre, doktornő. Köszönöm, Mr. Clark. Sok szerencsét! Tension! Oké, öcsi, elintéztük. Akkor ezzel meg is volnánk.
Hé, hey, szevaszté! Bézó kis haver, hol voltál? Sokat kerestünk. Van valami gáz? Hé, hey, figyú, lenne egy kis meló öcsém. Na gyerünk, húzzunk be, esik. Haver! Figyú, nem lehetsz benn, ha nem játszol, jó? Ez nem fog menni. Gondoltam, együtt mehetnénk a suliba. Útközben még egyszer átvehetnénk az anyagot. Na jó, ezt akarod, vagy azt akarod, Cimbi? Merre nyomulsz, gyere! Arra. Tahó. Na jó. Szóval, ha elérsz a matekhoz... Hé, húzd bele! Jó reggelt! Addig nem nyitjátok ki a mappát, amíg nem adok rá engedélyt. Mindenki a saját tesztjére figyel. Ha megtaláltátok a választ, csak a megfelelő számot karikázzátok be, a kettes ceruzával. Ha másik ceruzára lenne szükség, emeljétek fel a kezeteket, és már is kaptok egyet. Minden bele. És nincs szöveg. Kezdhetitek. Ők is így izgulnak? Én nem izgulok. Nyugtató? Na, köszönöm. Sikerült! Jól van! 32 alma volt, nem? Ez jó durva volt, Mr. Clark. Teljes kávéhab nélkül. Szia. Gyere be. Milyen volt a teszt? Jó. Azt hiszem, jól sikerült. Jó, mindegy, ki vagyok bukva. Meghallgatás volt. Jézusom, ez remek. Nem annyira. Jason-t felvették, és azt akarja, hogy utazzak el vele. Nem tudom, mit tegyek. Mondd meg, mi legyen. A hatodikosoknak megmondom, mi legyen. És ha jól látom, te nem vagy hatodikos. Szóval, igazán köszönöm, hogy benéztél. De... Ne gyertek be, míg nem szól a csengő. Ez meg mit jelent? Akkor mi van? Na jó, menjünk már. Bármit csinálhattok, de a szekrényt nem szabad kinyitni. Julio, ne már! Ne nyisd ki! Nem szabad, nem olvastad? Julio, ne csinálj már! Ne! Hallod, ne csinálj! Nem kell a cirkusz! De ne nyisd ki már! Ha-ho, srácok! Julio, tudtam, hogy ki fogod nyitni. Ezek voltunk mi is.
Mindenki olyan keményen hajtott 3 teljes hónapon át erre a vizsgára, hogy bármi lesz az eredménye, büszke vagyok, hogy a tanárotok lehettem. Olyan büszke vagyok, hogy a szüleitek engedélyével elvinnélek titeket valahová, és ők meg is engedték. Szóval, nyissátok ki a borítékokat. Na. Semmike? Rákel? Itt vagyok. Alita? Az Operaház fantomja, elmegyünk a Broadway-re! Ma este lesz a Muri, úgyhogy kiosztom a jegyeket. Ó, köszönjük! Köszönjük, tanárnőnyik! Tök állat! Hú, ez... Ez a fantom csávó totál belezugott a csajába, de nem leheted nyilvánosan. Igen? Elviszi a titkos kamrájába, aztán ott tartja benn, és megtalálják. Aztán mi lesz? Azt nem kötöm az orrodra, majd meglátod. Ez meg mi a franc? Elcseszted a falat? Mondtam, hogy az utcára tartogasd a vackaidat! Ne a házamra! Ne! Szállj le rólam, hagyd békén! Azt hiszed, akármit megtehetsz? Te egy rakás szar vagy, érted? Julio, Samika, Rákel. Na gyerünk, gyerekek! Jól van, gyerekek, nyomás kezdődik a darab. Úgy, mindenki gyerünk, megvan. Gyerünk, sitézz befelé. Nem látom Tayshaun. Keresse csak meg Mr. Clark. Van itt annyi szülő, nem kell aggódnia. Tayshaun. Tayshaun. Itt vagyok. Tűnjön el. Nem érdemlem meg, nem érek annyit. Dehogy nem ismerlek. Láttam a művedet. És gyönyörű. Semmi baj. Most hová mehetek, Mr. Clark? Majd én segítek neked. És én nem megyek sehová. Jól van. Itt vagyunk. Ha 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 ha!
Tayson. Egy ideig itt maradhatsz. Kösz, Mr. Turner. Szívesen. Hé. Itt nem esik bajod. Gyere csak be. Nehéz estéd volt, nem igaz? Talán időbe telik, de találunk helyet. A szavamat adom. Melyik volt a maga szobája? Korán reggel találkozunk. Hogyne. A fizikából elért legjobb eredményért Badria Santana. Köszönöm, Mr. Clark. Szívesen. A legjobb elért eredményét matematikából Julio Vázquez. Köszönöm, Mr. Clark. Kivételes művészi teljesítményéért Tayson Mitchell. A tiéd. Végül, de nem utolsó sorban, Shamik... Nos, sajnálom, hogy megszakítom az évvégi bulit, de épp most kaptam egy faxot az Oktatási Bizottságtól az állami vizsgák eredményét illetően. Gondoltam, hogy fontos lenne, hogy én számolhassak be róla. Mérget mernék venni, hogy nem ilyen eredményre számítottak. Ez az osztály, ez a hatodikos osztály több pontot ért el, mint bármelyik másik. Sőt, jobb eredményeket értek el, mint a kiemelt osztály. Gratulálok! Gratulálok, Mr. Clark! Ah, köszönöm! Ez szinte párat! Köszönöm! Shamikát jutalom illeti, mert az övé lett a legjobb teszt angolból. De attól tartok, ezen most változtatnunk kell, mivel elnézve a teszt eredményeit, látom, hogy több pontot értél el, mint bármely másik diák az egész körzetben. Akárhol. Shamika Wallace, maximálisan teljesítettél angolból és matekból. Ó, oh, Jézus! Szép volt! Igen! Igen, Shamika! Igen! Mr. Clark, mert mindig itt maradt, akkor is, ha mi nem akartuk. Mert nagy álmokra sarkal minket. Úgy bizony, Mr. Clark! Bizony! Igen. És mert röhelyesen ugrál az udvaron. Borzalmas! Maga lett a város legjobb tanára. Köszönöm! Gratulálunk! Éjjel! Gratulálunk! Na vegyük csak sorra az összes elnököt, az első Washington nem utazott Hinton, az első elnök is parancsnok volt, aztán szabad lett az ország, mert addig nem volt. John Adams jött, aztán Thomas Jefferson, majd függetlenek lettünk, így nem kevertek bajt. Nyilatkoztak róla, hogy minden ember egyenlő, és ma is egyetértünk ezzel. Mr. Clark diákjai kiváló New York-i középiskolákba nyertek felvételt. Ez az elnök ide, de jó, oké. Okay.
A szabályokról szóló 55 alapvetés című könyve 13 hetet töltött a New Yorki sikerlistán, és további 25 országban adták ki. Iskolája a Ron Clark Akadémia 2006 őszén nyílt meg a Georgiai Atlantában. Mr. Clark ma is törődik a harlemi tanítványaival, viszi őket amerre jár, Costa Ricától Japánig és Dél-Afrikáig. Magyar hangok. Csankó Zoltán, Faragó András, Kisfalvi Krisztina, Hamvas Dániel, Lamboni Anna, Molnár Ilona, Barát István, Mánya Zsófi, Talmács Márta, Rátonyi Hajni. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Gyapjas Károly, vágó Katona Edit, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkron a Színetel megbízásából a Balog Mix stúdióban készült.